Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A hétvégén miniszterelnök úr azt mondta, hogy meg fogja menteni Európát. Ez akár megnyugtató is lehetne Európa számára, hogyha nem tudnánk azt, hogy miniszterelnök úr 6 éves vezetése után is ott tartunk, hogy a kórházakban, a STK-kban, a mosdókban nincsen szappan. Nemhogy dezinficiáló szappan, hanem sima szappan sincsen. Azt pedig tudni kell, hogy a nozokomiális fertőzéseknél, a kórházi fertőzéseknél úgy is hívják köznyelben, hogy húsevő baktérium, a multirezisztens stafilokokkuszokat, nozokomiális fertőzéseket egészen egyszerű kézmosással meg lehet előzni. Nagy utat jártunk be, hogyha megnézzük, hogy hogyan viselkedtek az önök egészségügyért felelős államtitkárai, ha a magyar betegek biztonságáról van szó. Szócska Miklós titkosította a kórházi fertőzésekről szóló jelentést, hogy ne tudhassa meg senki, hogy milyen állapotok vannak a kórházakban. Zombor Gábor alatt is az asztalt kellett verni, hogy végre nyilvánosságra kerüljön a jelentés, és hát emlékszünk arra, hogy még az év elején is perelni kellett az ANTS-t, hogy bebizonyosodjon az ilyen adatok közérdekűek. Igaz, ez már annak a folyamatnak a terméke volt, amelyben az ANTS-t darabokra szedték és szétverték. Tavalyi évben 136 nozokomiális járvány, 136 kórházi járványt jelentettek, ez 23%-kal több, mint 2000. Befejezte, képviselő úr. Ez 23%-kal több járvány, mint 2014-ben, és ez nem hízelgő. 644 ember halt meg a jelent... Tisztelt elnök úr, én nem tudtam, hogy egy óvodába jöttem. 644 ember halt meg nozokomiális fertőzésekben, kórházi fertőzésekben, és 620 ember halt meg közlekedési balesetekben, és egyetlen egy ember sem halt meg szerencsére eddig terrorcselekményben. Tehát 644-el többen, mint terrorizmusban. Próbáltak úgy maszatolni az eredményekkel, hogy bizonyos esetszámok csökkentek, de a valóságot jobban tükrözi az, hogy a fertőzési arány közben növekedett, azaz semmivel sem jobb ma a helyzet, mint tavaly vagy azelőtt volt. Bár sosem felejtik el dicsérni a jelentési rendszert, köztudott, hogy a jelentési hajlandóság elég gyászos, és balgaság lenne azt hinni, hogy azért nem jelentenek, mert nincs mit a kórházak. A laborháttér területileg jelentősen áttér, sok esetben nincs is mikrobiológiai vizsgálat, nem derül fény a halálokra. Ne menjünk el amellett, hogy ezeknek a fertőzéseknek legnagyobb részét egyszerű kézmosással meg lehetne szüntetni, azonban nincsen a mosdóban. Én bementem a múlt héten két alkalom, és nem volt a mosdóban szappan és kézfertőtlenítő. Másrészt az is fontos tudni, hogy a betegek elkülönítése lehetne a második dolog, és azt is tudjuk, hogy egy borzasztóan sürgős az. Mit tesznek önök ezekért? Mit tesznek azért, hogy ezek a halálokok ne legyenek ilyen nagyon nagy számban? Köszönöm szépen, képviselő úr, a választ Rétvári Bence államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Mivel maga a téma azért komoly, ezért engedj meg, hogy komolyan válaszoljak a feltett kérdéseire. Először is azért képviselő, ne nézze le ennyire a magyar egészségben dolgozókat, sem az orvosokat, sem az ápolókat, hogy innen a parlamentből próbálja őket kioktatni, hogy mossanak kezet, mielőtt egy beteghez érnek, vagy valamilyen kezelést folytatnak. Higgy el, ezzel mindenki tisztában van. Ami az alapműveleteket illeti a matematikával kapcsolatban, tisztelt képviselő úr, egy év alatt a három legfőbb fertőzésnek a száma, amit eléggé reprezentatív módon, sokkal reprezentatívabban, mint sok nyugat-európai országban jelentettek, ezeknek a száma 14.028-ról 13.340-re változott. Ez a matematika szabályai szerint nem 25%-os növekedés, hanem csökkenés, méghozzá 5%-os csökkenés, hiszen 688-al kevesebb ilyen eset volt, amiért azt hiszem, hogy köszönet illeti egyrészt az egészségügyben dolgozókat, másrészt mutatja azt, hogy ez a fejlesztés, amit a kormányzat véghez vitt, elsősorban vidéki kórházakban több mint 300 milliárd forint értékben, amelyen sikerült felújítani teljes kórházépület szárnyakat, vagy akár egész kórházépületeket, és az a 104 milliárd forint, amelyet új műszereknek a beszerzésére fordítottunk, az segítette az ilyesfajta fertőzéseknek a megelőzését is. Ami a jelentési gyakoriságot jelenti,
ön is nagyon tudja, hogy nagyon sok nyugat-európai országhoz képest jóval magasabb Magyarországon a jelentési arány. Ami a jelentéseknek a titkosságát vagy nyilvánosságát jelenti, tisztelt képviselő, ön is tudja, hogy ezek mind magyarországi honlapon, az Országos Epidemiológiai Központnak a honlapján felelhetők, mind pedig európai közös egészségügyi szervezeteknek a honlapjain felelhetők. Tehát, hogyha ön titkolásnak nevezi azt, hogy valamit az internetre fölteszünk, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagyot téved. Ne próbálja azt a látszatot kelteni, hogy bárki ezt titkolná. Az interneten mindenki ezeket a számokat fölelheti. Hogyha megnézzük Magyarországon például a Clostridium difficile-nek az előfordulási arányát, amely az egyik legjellemzőbb ilyen kórházi fertőzés, akkor azt látjuk, hogy a magyar számok valahol Finnország és Németország között helyezkednek el. Így tehát, ahogy mondtam, nyilvánvalóan mindig van javítási lehetőség, de mind a jelentések gyakoriságában, mind pedig a kórházi fertőzések előfordulásában Magyarország jó helyen szerepel. És azt hiszem az, hogy az internetre is kitesszük ezeket a számokat évről évre, szembenézünk ezzel, évről évre igyekszünk döntéseket hozni, amelyek ezeket javítani lehet, az is mutatja a kormányzatnak az elszántságát ezen a területen. Ugyanakkor nyilvánvalóan ezek a fertőzések a kórházakban rendre megjelennek, hiszen ott lenyegült szervezettel érkeznek az emberek, sőt, néha maga a kezelés gyengíti le a betegeknek az immunrendszerét, ezért fokozottan kitettek az ilyesfajta fertőzéseknek. Ezért is döntöttünk amellett, hogy egy 5 milliárd forintos Európai Uniós támogatással is bíró EFOP projektet indítunk el. Ennek a konstrukciónak az a címe, hogy betegbiztonság növelését célzó komplex fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben. Ez egyrésztről szemléletformálást is jelent, másrészt az eszélyforrásoknak a fokozottabb felismerését, de mindenképpen a betegek érdekét, a betegbiztonságot szolgálja. Én azt hiszem, hogy mindenkinek az az érdeke ezen a téren, hogy a valós számokról beszéljen, a valós tendenciákról beszéljen. Van feladatunk természetesen a betegek biztonságának javítása érdekében, de el kell ismerni azoknak az embereknek a munkáját, akik annál többet is tesznek, tisztelt képviselő, a betegekért, mint sem, hogy kezet mosnak egy beavatkozás előtt, és az ő munkájuknak is köszönhető, hogy 5%-kal visszaesett egy év alatt a kórházi fertőzéseknek a száma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem, Hatázi Ákos képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ? Szépen, elnök úr, természetesen nem fogadom el. Nagyon csodálkozom, illetve nem csodálkozom, most rá nem szokták érteni a kérdést. Azon csodálkozom, hogy írásban leadtuk. Természetesen nem az incidenciáról, nem az eset számról volt szó, hanem a járványok számáról, az nőtt 25%-kal. Az esetszám, konkrét esetszám az csökkent. Azonban, hogyha megnézzük, hogy hány embert kezeltek, ahhoz képest viszont növekedett az aránya ezeknek az eseteknek. Ez sajnos nem változtatta azon, hogy nincsen szappan az STK-ban, nem tudom, hogy ön mikor járt ilyen helyeken, nincsen szappan az STK-ban és nincsen szappan a kórházban, ha akarnának is kezet mosni, akkor sem tudnának kezet mosni. Nagyon örülök, hogy felismerték a lehetőséget, így szokott lenni, olyankor gyorsan találnak 5 milliárd forintot, ebből az 5 milliárd forintból fog majd nagyon sok tanulmány készülni, még egyszer mondom, nem tanulmányokra van szükség, meg nagyon sok nyilvánosság biztosítása, majd meg fogjuk azt is nézni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés képviselő úr, nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem ezért, önöket elfogadják-e azt? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ. 107 igen, 33 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt